Hello, sziasztok! Hát én mindig azt az Omnia klasszikot ittam eddig, meg a Silket. Nagyon ritkán, amikor valaki hozott valamit, hogy mi a legaljabb kávé, akkor sárga csivót még meg lehet inni. De most eljutottam, hogy kóstoljunk már meg egy jobb kávét. Ennek a lavazzának jó a híre. Hát, kóstoljuk meg, ez egy hetes intenzitású kávé. Ki nem fogom ezt mondani olaszul, Crema e Gusto Classico. De hát azért adjuk meg a módját a főzésnek. Mi a legjobb főzés? Hát ugye kinek mi? Nekem ez a 100 éves kotyogó. Hát nem 100 éves, mert ahogy leégetem a fülét, veszek újat, és az olyan 3 havonta megtörténik. Töltsük be. Hát valahogy úgy kéne, hogy hoppá. Ennyire koszos a kamera elől, a bocsi a közjátékért. Megjött az élesség. Ugye? Nosza, ugyanúgy főzöm, ahogy szoktam az Omnia klasszikot, amit reggel ittam. Most meg kéne bontani a kávét, és azt támasztja ki a kamerát, szóval így nem annyira könnyű. Most ezt mivel burítsam ki? Mert igazából én egy kis edénybe szoktam tartani. De hát abban még ott van az Omnia, de most olyan kíváncsivá váltam, hogy ez milyen. Nem fogom összekeverni egy fos Omniával, ugye? Marad így. Körülbelül ugyanazt a mennyiséget is teszem bele. Hú, de jó illata van. Ja, jó erős kávé illata van. Ugyanúgy nyomkodom le. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Főj le! Főj le! Adjunk neki! Itt most lesz egy rész, amit kivágunk. Szokásomhoz híven közben átöntöttem valamiben, hogy egész jó sikerült, ahogy szokott. A kára hárítás közben azért sikerült szerintem ennek lefőnie. Ez itt kész is van. Tesztelhetjük. Hol van a kis csészém? Tök ugyanaz az édesítés, meg a keverés, ami szokott. Kettő ilyen, egy kávékrémport. Minden teljesen ugyanúgy zajlik, mint az Omnia esetében, úgyhogy nem lehet panasza. Ezt most bele kéne önteni, ezt még egyszer nem tudtam nem mellé önteni. Rájöttem, hogy ezt így meg kell emelni, és akkor az úgy jó. És ilyenkor szoktam beletenni egy kanál mézet. Kéne egy tiszta kanál, mert ez nem az. Aztán, hogyha olyan hőmérsékletű lett, amit már elbír a porcelán, már hogy a számba, akkor megkóstoljuk. És akkor egy pohár vízzel felszerelkezve, belefér a nagy fejem, nem? Megkóstoljuk azt a kávét. Ha. Remélem megéri az árát. Kávé szaga van. Kávé íze van. Most kéne hagyat tesni, mi? Nem mondom, hogy szar. Kávé. Most ezután a csivó biztos, hogy nagyon gyenge. Már hogy nem gyenge, hogy az erősség, hanem hogy nincs benne ez a furcsa finom íz, ami még szokatlan. De nem az van, hogy a rossz után a jó, az hú de jó, hanem általában a jó után a rossz, az hú de szar, ugye? Hát te úgy veszed észre, amikor dolgozol egy évet, elmész Szabira, Szabin vagyok. De amikor visszajössz Szabiról, megint dolgozhatok egy évet. Szóval a szart érzed. Tuti jó ez a kávé. Amúgy tényleg finom. Szerintem venni fogok még többféle ilyen ettől a gyártótól ilyen kávét, mert jó. Az biztos, hogy nem egy szart Paloma vagy Karaván vagy ezek az ihatatlan vackok. Meg az a Bravos, meg fú, sorolhatnám, nagyon, nagyon tré. Hát jobb, mint az Omnia.
Jó. Tényleg jó kávé, na. Kíváncsi vagyok, van az a krém, nem tudom, valami krémed, az az aranyszínű, aranybarna. Na, olyat fogok még venni, azt is megteszteljük. Ha feliratkoztok, akkor nem maradtok le. Hello, bello!